Ez itt a Halottnak a Kócs, a Bán Andrással. Egy podcast a változásról azoknak, akik szeretnék végre a saját életüket élni. Garantált világmegváltás kb. egy órában. Köszönet a Vodafone támogatásáért. A Podcast Pioneers program lehetővé teszi, hogy a Halottnak a Kócs egyre jobb minőségben jusson el hozzád. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! 2022-ben a Data36 és a Business Boys Mester Tomiával készítettünk egy online kurzust, amiben arról beszélünk saját tapasztalataink alapján, hogy miként lehet sikeres vállalkozást alapítani és fenntartani úgy, hogy közben ne örüljünk bele, ne menjünk tönkre és ne égjünk ki. Nagy sikerrel futott a program kb. egy évig, és most kis pihentetés után megosztjuk veletek a három részes anyagot ingyenesen. Audio formátumban itt a Halottnak a Coach csatornáján érheted el az anyagot. Ha a videót szeretnéd megnézni, akkor irány a Business Boys Podcast YouTube csatornája. Készítettem egy munkafizetet is a programhoz, amit szívesen elküldök neked. Vedd fel velem a kapcsolatot bátran a bánandrás.hu weboldalon keresztül. Most pedig kezdjünk. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Mester Tomi vagyok, és itt ül velem szemben Bán András. Sziasztok! Sziasztok! Ennek az anyagnak a célja az az, hogy beszéljünk a biznisznek és a vállalkozás indításnak egy olyan aspektusáról, amiről úgy vettük észre, hogy kevesebb szó esik, legalábbis ilyen kurzus formájában, az pedig az, hogy hogyan lesz egy vállalkozás fenntartható, a vállalkozó szempontjából, hogyan tudjuk megtalálni benne az egyensúlyt, a lelki egyensúlyunkat, és hogyan tudunk-e közben önazonosak maradni. És ennek a kurzusnak egyenlőre, amikor ezt felvesszük, még nincsen neve, fantázia neve van, amit mi lagom.biznek neveztünk el. A, mi, mi, ez a lagom koncepció, András, mint a Svédországból eh, hazautazó igen. Azt tudnatok kell, hogy én tíz éve élek Stokholmban, Tomi, te is ugye legalább egy évig ott éltél. Én egy szolid évet voltam ott. És hogyha a svédeket egy szóval kéne jellemezni, akkor az a lagom, aminek nincsen egyszavas magyar fordítása, viszont gyönyörűen lefesti a svéd népléleknek a, a lényegét. És valahogy ezt úgy tudnám fordítani, hogy nem túl sok, nem túl kevés, hanem úgy pont elég. És hogy hogy tudjuk ezt a minőséget behozni az életünkbe, akkor, hogyha mi vállalkozók vagyunk, vagy valamilyen bizniszt futtatunk. Így van. A svédek úgy kérik a kávéba is a tejet, hogy emlékszem, svéd kollégámtól kérdeztem, hogy euh, mennyi tejet kérsz a kávéba, és mondta, hogy olyan lagom. Se nem túl sok, se nem túl kevés. És ezt a gondolkodást tök jól át lehet venni a bizniszbe, mert van ennek valami kis romantikája, de van egyfajta praktikus aspektusa is, hogy fenntartható lesz tőle ténylegesen a biznisz. A másik koncepciója ennek a, az anyagnak az pedig az volt, hogy akartunk csinálni egy antitézist a, annak a tézisnek, amit a bizniszgurúk gyártanak. Ez ugye a nemzetközi bizniszgurúk keres milliókat, keres milliárdokat, minél nagyobb bizniszt épít, skálázódjál, így meg úgy. Szóval, hogy, hogy, hogy nagyon magas célok vannak kitűzve, és mi azt gondoljuk mindketten, hogy nem feltétlenül csak ezek a magas anyagi célok lehetnek motiválóak egy vállalkozásban, sőt azt gondoljuk, hogy egy adott ponton nem ettől érzi jól magát az ember, és ezt hozzátenném, hogy ugye azt mondtam, hogy egy antitézist akarunk ennek adni, ezt én azt gondolom, hogy amit ezek a bizniszguruk mondanak, az nem feltétlenül rossz, vagy nem minden része rossz, úgy működik szerintem egy ilyen megismerés, hogy van egy tézis. Ennek mi most adunk egy antitézist, és a hallgatót, a nézőt arra bíztatjuk, hogy ebből a kettőből próbálja meg összehozni a saját szintézisét. De ezzel együtt. Valahogy így, így ez az anyag azt hivatott ö, létrehozni, hogy, 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 hogy legyen egy ilyen ellensúly a mérlegnek a másik oldalán. Egy, És akkor... egy gondolatot csak ehhez hagyj fűzzek hozzá, hogy, hogy azért én ezt e, mentális egészsége foglalkozó szakemberként nagyon károsnak tartom, amit ezek a guruk üzenetként, akár életstílus üzenetként közvetítenek felénk a csapból is, a social médiában mindenhol. És volt is egy ilyen ötletünk a Tomi amit aztán szerintem lehet, hogy nem fogunk megcsinálni, hogy a hát most már tinédzser korban lévő eh, tojótáink előtt nepózolunk. Az enyém már felnőtt korban lépett, felnőtt korban Csak hogy ugye van ez a tipikus kép, amikor állok a Tesla előtt San Franciscóban a naplementénél, és hát ez annyira gyönyörűen eh, mutatja, hogy mennyire sikeres vagyok, hogy mi azért ennél sokkal Eh, hogy is mondjam, mélyebben és átgondoltabban fogunk ebben a kurzusban arról beszélni, hogy mi mit gondolunk a sikerről, ami lalgom. Így van, és miért mi beszélünk róla? Hát egyrészt azért, mert ugye mi találtuk ki, hogy leülünk a kamera elé, tehát magunkat jelöltük ki, de azt gondolom, hogy szerintem relevánsak is vagyunk ebben. Bandi, egy kicsit beszélsz magadról, bemutatod magadnak annak, aki véletlenül nem ismert téged. Annyit kell rólam tudni, hogy én nagyon hosszú ideig multinacionális cégeknél dolgoztam közgazdászként, főleg vezető beosztásban, és az elmúlt három évben változott meg olyan szempontból az életem, hogy hát a saját utamra léptem vállalkozóként, és én employee wellbeing foglalkozom, kiégés megelőzéssel, egyéni tanácsadásokat tartok, csoportokat szervezek, cégeknek tartok programokat, és hogy az elmúlt három évben ennek során föl szedtem némi tapasztalatot, vagy összegyűjtöttem némi tapasztalatot az ügyben, hogy hogyan érdemes szerintem vállalkozást indítani, és hogy ezeket is szeretném itt megosztani veletek. Igen, azt gondolom, hogy te elég jól be tudod hozni ezt a mentális higiéniás szempontját a dolgoknak, illetve te magad is vállalkozó vagy, szóval van egy ilyen aspektusod. Az én aspektusom pedig az, hogy én magam is vállalkozó vagyok. Először alkalmazott voltam, majd két évig vállalkozó, majd utána egy évig alkalmazott, és most már közel hat éve csinálom a data36.com nevű projektet, ami data science oktatással foglalkozik nemzetközi területen, és talán a, akik ezt a kurzust, vagy ezt az anyagot megvették, azok engem onnan ismerhetnek, hogy van egy podcastünk, a Business Boys Podcast, és Bandival is itt találtunk egymásra, ahol én azt a nézőpontot képviselem, hogy azért van az a szint, ami elég, nem kell halára dolgozni magadat ahhoz, hogy, hogy sikereket érhessel, és egy időben, talán ez volt egy-egy a business boys-ban az én brandemmel, hogy volt egy olyan időszak az életemben, amikor napi négy órát dolgoztam, és teljesen jól megéltem belőle. Nyilván ez változott időközben egy kicsit, de hogy, hogy, azt gondolom, hogy ez a fajta ilyen egyensúlyra törekvés az nekem egy fontos dolog abban, hogy én hogy építem a saját vállalkozásomat, vagy vállalkozásaimat, és ebből szeretnénk a saját nézőpontjainkból átadni valamennyit ebben az anyagban. Egyébként az is az előzménye annak, hogy ez a program létrejött, hogy mi már egyszer egy nagyon jól beszélgettünk, az én podcastemben, a Halottnak a Kósban, ahol már azért egy kicsit ilyen filozófiáját néztük az üzleti létnek, az üz a vállalkozói létnek, és hogy úgy gondoltuk, hogy ebben sokkal több van, és hogy ebben nagyon sok hasznos gondolat van, amit szeretnénk másokkal is megosztani. Így van. A formátum maga, amiben ez az anyag készült, és kicsit itt bajban is vagyok a, a, az elején, az intróban, hogy ezt most kurzusnak nevezzük, vagy anyagnak, vagy podcastnek, de tudatosan a podcast formátumot választottuk ennek a, az anyagnak, azért, mert ennek két oka volt. Az egyik oka az az volt, hogy ugye szerintem ebben vagyunk a legkomfortosabbak, hiszen mindketten podcasttel foglalkozunk, de a másik nagyon fontos oka pedig az volt, hogy ezzel próbáljuk azt az üzenetet is közvetíteni, vagy, vagy azt a formátumot választottuk ehhez a beszélgetéshez, hogy szemben a business gurukkal mi nem a megoldást mondjuk meg ezzel az anyaggal, tehát ne arra számítsatok, hogy itt most ezen végigmentek és kész receptet kaptok, hanem gondolatokat hozunk, amik, vagy inspirálnak, vagy elindítanak egy gondolatot, vagy lehet, hogy ti teljesen másként gondoljátok, tehát ez is benne van, viszont én azt gondolom, hogy ez a formátum, hogy mi egymásra reagálunk, egymás gondolataira, az teret ad annak, hogy, 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 elmondhassuk azt, hogy mi hogy látjuk, de teret ad annak is, hogy, ö, hogy, a kedves nézők, vagy akár mi egymással kapcsolatban is máshogy gondoljunk valamit. Szóval itt nem egy fix recept lesz, meg tényleg nem akartuk úgy csinálni, mint a, mint a nagy bizniszguruk, guruk. Bosz, itt volt egy ilyen Friday vagy Friderikuszi elszólás, hogy a kedves nézők, miközben arról beszélsz, hogy podcast formátumot választunk, ez azt jelenti, hogy egyébként videó is készült a podcastra. Ez így van. Hát ezt meg mindenki eldöntheti, hogy videóban akarja ezt hallgatni, vagy podcastben, letölthető hanganyagban. Még mielőtt belevágunk nagyon röviden a struktúráról, a három részre, három nagy blokkra osztottuk ezt a kurzust. Mi ezeket úgy neveztük el, hogy miért, hogyan és mit. Ez a Simon Sinek, legendás TEDx előadó, nem tudom, hogy Simon Sinek, Simon Sinek vagy Simon Sinek, de akkor most Simon Sineknek fogom nevezni. Neki a struktúrája, miért, hogyan, mit. Szerintem ebben a, a sorrendben érdemes feltárni egy témát. Az első blokkunk tehát a miért lesz, ami... Egy kicsit filozófikusabban közelíti meg ezt az egész vállalkozó témát. Természetesen a, az elsődleges szemüvegünk itt is az lesz, amit mondtunk, hogy ö, önazonos, fenntartható, kiegyensúlyozott vállalkozót ö, produkáló bizniszeknek a miértjéről fogunk beszélni. A második blokk az a hogyan lesz, ahol olyan kérdéseket járunk körül, ami hogyan indulj el, hogyan válasz biznisztipust, hogyan pozicionált magad. Tehát itt, is a, itt már a, itt már a praktikák irányába indulunk el. És a harmadik blokkunk pedig néhány olyan konkrét üzletviteli kérdést vet föl, amik a mit kérdésre válaszolnak. Ilyen például az üzleti terv, az árképzés, legyen-e logónk, legyen -e honlapunk, mennyit investáljunk ebbe, és akkor ezekről mondjuk el mi, vagy beszélgetjük meg a véleményünket ebben az anyagban. És rengeteg személyes tapasztalatot is meg fogunk veletek osztani, ami reméljük, hogy hasznos lesz nektek is. Mi így tanultunk. Így van. Hát elsősorban a saját sztoriainkból, mm -hmm. vagy a körülöttünk levő emberek Igen. sztoriaikból építkezünk. Úgyhogy szerintem nincs más hátra, mint előre vágjunk is bele, és akkor induljunk a miért szekcióval. Ú, uh, <laughs> Kedves hallgató, köszönöm, hogy itt vagy, remélem megérte végig maradnod. Ha tetszett az adás, akkor kérlek most iratkozz fel azon a podcast lejátszon, ahol éppen hallgatsz. Adj öt csillagot a Spotify-on és az Apple Podcast-en, ahol szöveges értékelést is szívesen veszek, és a legfontosabb, hogy mesélj egy barátodnak a műsorról. Azt tudtad, hogy a garantált világmegváltás több helyen is elérhető? Iratkozz fel a hírlevelemre, amiből bepillantást nyerhetsz a podcast kulisszái mögé, és inspiráló gondolatokat, tartalmakat osztok meg veled heti rendszerességgel. Ez neked semmibe sem kerül, és bármikor leiratkozhatsz egy gombnyomással. Amennyiben szeretnél egyéni tanácsadásra jelentkezni hozzám, vagy valamelyik csoportos programomban részt venni, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. Több vállalatvezetővel dolgozom együtt, akiknek rendszeresen nyújtok hatékony támogatást a személyes és szakmai fejlődésükben. Az executive coaching fókuszában a vezető céljai és kihívásai állnak. Érzékenyítő és edukációs előadásokat tartok kis és nagyvállalatoknak a kiégés megelőzéséről, a mentális egészség fontosságáról és megőrzésének módjairól, diverzitásról, munkahelyi kultúráról, magyarul és angolul is. Employee Wellbeing szakértőként olyan céges workshopokat szervezek, ahol a csoportos coaching módszerét alkalmazva tudom elérni a pozitív hatást a csapat működésében. Ha szeretnél meghívni a cégethez, akkor vedd fel velem a kapcsolatot a honlapomon keresztül. Keresd a Halottnak a Kócs Podcast közösség csoportot a Facebookon, és csatlakozz a szuper kis közösségünkhöz. Fent vagyunk az Instagramon is, kövess be ott is. Az utolsó fontos info, hogy reinkarnálódott a Bezzeg a Svédek című podcastem, ahol belehallgathatsz a személyes naplomba, filózhatsz velem az élet kis és nagy kérdésein. Ha van kedved és lehetőséged, akkor támogasd a munkámat havi egy kávé árával a Patreonon. Előre is köszönöm. Az összes említett hivatkozást megtalálod az adásnaplóban. Bán András voltam, a mi hamarabbi viszonthallásra. ピッピッピッピッピッピッピッ